Vedd el tőlem, édesanyám, harmadcsillog, bársonyszirma. A Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus gimnázium és általános iskola osztályai idén sem tudták megtartani az anyák napi ünnepséget az intézmény falain belül a digitális oktatás és a járványügyi szabályok miatt. Ám ebben az évben sem feledkeztek meg az édesanyákról. A gyerekek a tanítók irányításával verseket, német dalokat tanultak, ajándékokat készítettek, amiket május első vasárnapján családi körben adnak majd át. Így kifejezve az édesanyjuk, nagymamájuk iránti szeretetüket. Haj te Isten, Froerta! Az első osztályosok édesanyjuk lerajzolásával, maguk által ültetett virággal és gipszbe öntött kézlenyomattal igyekeztek készülni a jeles napra. A második osztályosok pedig német dalt tanultak be anyák napjára. A Bonyhádi Általános Iskola tanítói azt mondják, az anyák napja egy nagyon fontos esemény, amit minden évben meg kell ünnepelni. Jelentős ez a nap az anya-gyermek kapcsolat megerősítése szempontjából is. Beszélgetünk egyébként nagyon sokat még a gyerekekkel arról, hogy miért lehetnek hálásak az édesanyjuknak, és hogy egyáltalán van anyukájuk, van nagymamájuk, aki szereti őket, és aki gondoskodik róluk. Az Aparhanti Felhőcske óvodában sem feledkeztek meg az édesanyák köszöntéséről. Körjátékok, dalok, versek megtanulásával készültek a gyerekek. Az óvoda dolgozói a műsorról felvételt is készítettek, és feltöltötték a legnagyobb közösségi oldalon létrehozott csoportjukba. Így, ha a szülők nem is lehettek jelen, megnézhették, miként szerepeltek gyermekeik. Nagyon készültek, hát mert én úgy gondolom, hogy ez nagyon szép ünnep, és minden évben kell az, hogy megemlékezzünk arról, aki minket világra hozott. Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amin az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik. Magyarországon május első vasárnapján köszöntik fel az édesanyákat.